Látványos főételeket és szokatlan ízkombinációjú előételeket készítettek a mestervizsgára jelentkezett szakácsok. A feladat összetett volt. A betétet konfittált olívaolajban konfittált paradicsom, egy kis kakukkfüvel, savanyított ponsimájgomba van még hozzá, és pirított libamájkocka. És azért, hogy magok eltűnjenek tulajdonképpen a paradicsomból, ezért a gomba és a libamáj kombinációja van visszatöltve benne. Levesét ismertette Makai Márton, rajta kívül még 14 szakács mutatta be ételremekét, szakmai tudását a vizsgabizottság előtt. A vizsgaelnök elmondta, továbbra is szakember hiány van a vendéglátásban, ezért fontosak a továbbképzések. Úgy szakember hiány az országban. Ez a mestervizsga arra is lenne jó, hogy olyan emberek képzik a szakembereket, akik megfőtetésük meg van hozzá. Nagyon-nagyon érdekes dolog ez a verseny, vagy a verseny, bocsánat, ez a mestervizsga, mert érdekes a pontozása. Gyakorlatvizsgán vagyunk, 91 ponttól van megfelelő, a maximum 100 pont. Tudjuk azt, hogy szakvizsgán 51 ponttól van megfelelt. És nagyon-nagyon szép munkánkat látunk, érdekes munkát látunk, és nem csak a Szabolcs-megyében vannak, hanem Debreceni kollégák vannak, akiket most mesterül fogunk avatni, hogyha a több vizsga is fog sikerülni. Ezt a gyöngytyúk eszenciát Fülep László készítette. Fásgaluskás derejével tálalok, ő a körete, úgyhogy szerintem ez egy ilyen kuriózumnak számít, de majd meglátjuk, hogy a vizsgabizottságnak mennyire kuriózum, tehát ez egy érdekes dolog lesz. Szerintem az, akiknek meséltem róla, hogy mit fogok csinálni, azt mondták, hogy jó ötlet, hát az ötletesség remélem megvan. Ötletesség, kreativitás, ezeket is pontozta a bizottság. A legtöbb mestervizsgázó szakmai előrelépés miatt választotta a mesterképzést és a vizsgát, amely jelentős anyagi teher a résztvevőknek. Volt egy 180 ezer forintos vizsgadíj, amit be kellett fizetni. Aztán azon felül, pontosan nem tudom ezt adni, de közelíti az ilyen 3-400 ezer forint magasságot, mivel az nyersanyagoknak a beszerzése, különleges nyersanyagok, a hideg konyhához is tányérok, amit nem minden nap használunk, különböző kiszúrók, ez az, ami nekünk nem mindennapos dolgok. A mestervizsga azért is jelent pluszt a szakácsoknak, mert csak annál a cégnél, étteremnél lehet egy-egy tanuló gyakornok, ahol a gyakorlati oktató rendelkezik mestervizsgával.